Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, miniszter úr, hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! A megismerés utáni vágy, a természet titkainak kifürkészése egy régi bölcs szerint egyetlen másik szenvedéllyel mérhető össze, a vadászat szenvedélyével. És a horgászatéval, a vizek titkainak kénelésével, ezt már én teszem hozzá, de azt hiszem nem tévedek nagyon. A Feova kiállításunk ennek a szenvedélyek által hajtott büszke közösségnek a találkozója. Budapesten már 1881-ben is rendeztek vadászati kiállítást, és idősebb látogatóink számára minden bizonnyal felejthetetlen emlék az 1971-es budapesti vadászati világkiállítás, melynek szintén a Mungexpo adódott. Itt szeretném elmondani, hogy megbeszélést kezdeményeztem miniszterelnök helyettes úrral abban az ügyben, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy a világkiállítás 50. évfordulóján ismét létrejöhessen ez a nagyszabású esemény. A rendszerváltás után kezdődött a Feova, máig tartó hagyománya. Kiállításunk a régió legnagyobb jáván nőtte ki magát az évek során. Már a Kárpát-medence egészéről seregenek a látogatók. Ennek a hagyománynak nehéz megfelelni, de nem lehetetlen. Évről évre arra törekszünk, hogy valami újat mutassunk. Újat mutassunk azon túl is, hogy a szenvedély gyakorlásához szükséges eszközök legújabb generációja mutatkozik be, legyenek azok fegyverek, horgászfelszerelések vagy különféle kiegészítő. A trófea megbecsülését Széchenyi Zsigmond minden vadászember elengedhetetlen kötelességei közé sorolja, hiszen minden trófea egy vadászat emlékműve a természettől kapott élmény mementója. Ezért is népszerű minden évben a trófea bemutató. Idén a magyar vadászok ragadozó trófeái és a 2013-14-es vadászidén legjobb magyar nagyvad trófeáiból összeállított válogatást mutatjuk be. A horgászoknak új, hatalmas, kifejezetten a kiállításra készített Feova akváriummal készülünk, hogy kedvükre figyelhessék a víz alatti világot. Még egy színfolttal gazdagítottuk az idei programot, ez pedig a gasztronómia. Terítékre kerülnek a hazai vad és halételek, szakavatott séfek mutatják be, hogy ezek a nagyszerű alapanyagok hogyan kerülhetnek be a mindennapi étkezésünkbe, vagy akár a csúcsgasztronómiába is. Biztos vagyok benne, hogy az újítások erősítik a hagyományt. Büszkén mondhatom, hogy ezen ősi hagyományok őrzéséhez ma már a Feova is hozzátartozik. Bejártam reggel az immár két pavilonra bővült kiállítást, megnéztem a hazai erdészetek vadászterületek bemutatkozását, a standokon kínált eszközök sokaságát, találkoztam rengeteg ismerős, örömteli várakozást tükröző arccal is. Ha hiszik, ha nem, szinte a gyantás erdőillatot, a zavar, a nádasok, a Balaton vízének illatát éreztem a levegőben. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy önökkel együtt létrehoztuk ezt a kiállítást, otthont adhatunk ennek a találkozónak, a Mungexpo legkülönlegesebb kiállításának. Köszönöm!